Tisztelt konferencia, tisztelt elnök úr! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Röviden bemutatkozom, Hamzók Judit vagyok. 2017. januárjától pedig az Esterházy Károly Egyetem Egerváros Történeti Kutatócsoport tagja. A most bemutatandó kutatásomat az Egri Esterházyánum kutatócsoporttal közösen folytatott digitalizációs munka hatására kezdtem el a Heves megyei levéltárban. Ekkor kezdtem el Esterházy Károly levelezéseit, különösen a neki címzett instanciákat megvizsgálni az Egri püspökségének első évtizedére vonatkozóan. Az instanciák elemzése során számos alkalommal találtam Egerből származó panaszkérvényeket. A levelekből kiderülnek a kérvényezők neve, a felmerülő problémák, illetve a lakhelyük. Az instanciákból azonban nem minden esetben ismerhetőek meg a panaszkérvényt benyújtó személyek családi és egzisztenciális háttere. Ezért kiegészítettem további forrásokkal a kutatásomat, mint Egerváros tanácsi jegyzőkönyvek irataival, valamint mellékleteivel, úgy, mint hagyatéki inventáriumokkal, számadásokkal, illetve az úriszéki perek irataival. Ezen kívül elengedhetetlenül szükségesnek tartom a felekezeti anyakönyvek átnézését is erre az időszakra vonatkozóan, amelyek segítségével egy-egy családnak a tagjait könnyebben beazonosíthatjuk. A kutatásommal további adalékokat kívánok nyújtani Eger társadalomtörténeti vonatkozásaira. Láthatjuk hosszabb távon Eger városnegyedeiben élő közösségeket. Utca szintjén például egy-egy személynek a pénzkölcsöne milyen változást idézhetett elő. Az adósságba került városi lakosok zálogba adott házukat elveszíthették, amennyiben határidőn belül nem fizették ki a korábban kölcsön adott összegeket. Az általam kiválasztott Detelli család tagja is több alkalommal is adtak kölcsön Eger város lakosainak, többek között Barakó Kis Jánosnak, aki ennek okán elveszítette Váralja utcai ingatlanját, ezen kívül Sárpe Andrásnak és Györgynek több alkalommal is, illetve Eger külvárosaiban, úgy, mint a Hatvani Hóstya területén élő Tóth házaspárnak, akiknek Detelliné asszony, aki gyakorlatilag az elhunyt orvos felesége volt, két miskolci árvának az édesanyja, sérelmezte, hogy még mindig nem fizették vissza a korábbi adósságaikat. A kutatásom során számos alkalommal találtam olyan családokat is, akik nem Egerben éltek, de mégis az Eger városi tanácsa foglalkozott ügyeikkel, illetve kezelendő eseteiket az egri püspökhöz terjesztették fel. A városi tanács és az egri püspök Eger városán kívül az Egri Egyházmegye, illetve Heves és Külső-Szolnok vármegye területén élő lakosság ügyeivel foglalkozott. Így történhetett meg, hogy maga Esterházy püspök is egy Borsod vármegyei orvos örököseinek ügyével foglalkozott. A következő dián 1759-ben Házel térképész által elkészített Miskolc térképének egy részletét láthatjuk, amely segítséget nyújtott az ott élő szőlősgazdák beazonosításában. A következő oldalon a Detelli család leszármazását kívánom bemutatni négy generáción keresztül. Első ismert tagja Detelli Ferenc Antal, a személyéről kötetetten szerezhetünk tudomást a különböző levelek, illetve városi iratok segítségével. Detelli Ferenc Antal egyébként érdekességként mondható,
hogy Alsó Karintia tartomány Wolfsberg városában tevékenykedett, mint városi tanácsnok. Egyik fia Eger magisztrátusához írt levelében említette meg emlékeztetés gyanánt, hogy édesapjuk haláláról Eger városát 1779-ben értesítette, amelyben Franz Anton Dettl Radgeburger des Wolfsberg in Kärntenként jelölte meg édesapjukat. Édesanyjukról nem maradt fenn egyáltalán semmilyen információ, ezért a szerkezeti ábrán ismeretlenként jelölte. Két fiúk született, Detelli József Zsigmond, illetve Szilveszter, akit már említettem. Ő is Alsó Karintiában, mint esperesként szolgált élete végéig. Fia, de, vagy még testvére, Detül József Zsigmond lehetett az, aki Miskolc városába költözött és alapított ott családot. Feleségének nem ő volt az egyetlen férje. Az orvos doktorral kötött házassága előtt a nemesi származású spányi József Jánossal élt Frigyben, viszont kijelenthető, hogy ebből a házasságból nem született utód, amennyiben mégis, akkor a Detelli testvérek születése előtt meghaltak, hiszen a városi tanácsi iratok nem számolta be féltestvérek jelenlétéről. Mint mondtam, valószínű, hogy az orvosdoktor költözött Miskolcra, és hivatása révén kaphatott a család nemesi címet. Ezt a feltételezésemet megerősítik a latin nyelvű megszólítások a levelekben, illetve tanácsi iratokban. Szüleik halála után a két gyermeket, Detelli Anna Máriát, illetve Detelli Ferenc Szavért már nemesi előnévvel illették. Mindkettejüknek 1778. június 1-én Kilián István tanácsnokot jelölték ki közgyámnak, a Verbőc István tripartitum 111-115. Törvénycikkek, az 1715. évi 68. törvénycikk, illetve az 1765. évi 26. törvénycikkek értelmében. Kilián István volt az az első számú személy, aki felelősséggel tartozott a Detelli testvérek boldogulásáért, még inkább a megmaradt vagyonuk kezeléséért. Detelli Anna Mária 1780. május 28-án férjhez ment, az egy évvel ezelőtt kinevezett Borsod vármegyei orvoshoz, tiszti főorvoshoz, Benkő Sámuelhez. Gyulai Éva jelentősen beszámol életútjáról, illetve munkásságáról, ezért most az ismertetését én most eltekintek. Nekik két gyermekük született, 1782-ben Károly, 83-ban Flórián János, illetve 86-ban János Ignác. Az első gyermek születéséről az uriszéki perben készült jegyzőkönyvek, illetve Esterházy püspökhöz Detelli Anna által írt instanciájából szerezhetünk tudomást, amelyben Detelli Anna egy változó egészségű csecsemő édesanyjaként jelölte meg saját magát. Testvéréről, Ferencről azonban sokkal több információnk maradt fenn. 1764-re tehető a születési dátuma, hiszen 1787. évi gyámi számadásban Kilián István 23 éves ifjúnak jelölte meg.
tanulmányait Egerben, a jogi iskolában, illetve Budán a Királyi Tudomány Egyetemen végezte, ezt követően úgymond tapasztalatszerző körútra indult, megfordult Tarnapilbe, Nyugat-Ukrajna mai területén található ez a település, illetve Lengyelországba, és nagybátyjánál Wolfsbergben is tartózkodott egy rövidebb ideig. 1789-ben vármegye jogi írnokaként jelölte meg magát az egyik számadásra reflektálva. Ezt követően el lehet mondani, hogy ő is nyíltan szembe állt Kilián Istvánnal, az egykori közgyámukkal. Anna már a kezdetektől kezdve rossz viszonyba került, és gyakorlatilag egy peres eljárást indítottak ellene, amely mondhatjuk, hogy 1778. április 25-től a hagyatéki inventárium felvételétől kezdődött, édesanyjuk halálát követően. A következő néhány oldalon megpróbálom röviden összefoglalni Kilián István és a testvérek közötti viszályt kirobbantó alapot. Ez pedig maga a hagyaték. Első csoportba jelöltem meg a készpénzt, illetve édesanyjuk és Kilián István által kölcsönzött összegeket, amelynek értéke meghaladta a 10 000 rajnai forintot. A tanács szerint, illetve Eszterházy püspök szerint is igazságosan el lett osztva kettőjük között, a testvérek ezt felülbírálták volna. A második nagy csoport a könyvek, vagyis Detelli Zsigmond, az elhunyt orvos doktor tudomány szeretetét alátámasztó könyvgyűjtemény. Ebbe a könyvgyűjteménybe összesen 86 darab könyv tartozott, latin és német. A következő oldalakon különböző diagramon, illetve ábrán jelölöm meg, hogy milyen témák, illetve milyen a nyelvi eloszlás. Előtte viszont szeretnénk kiemelni fontosabb szerzőket ebből a csoportból. Láthatjuk, hogy orvostudománnyal kapcsolatosan Ludovicus Mercatus, vagy Paulus de Sorbát, illetve Oswald Kroll, sőt a Markót Ferencnek a Skola Medicina alapját képező Borháve művek is megtalálható volt ebbe a könyvgyűjteményben. Amit még szeretnék kiemelni, és a diámra nem vezettem fel, az nem más lenne, mint hogy összevetettem a mai napon bemutatásra került bibliográfiával. Ennek eredményeként 4 könyvet találtam, ami egyezést mutatott, viszont ezt határozottan nem állíthatom, hogy ebből a püspöki nyomdából származott a 4 könyv, mert a hagyatéki leltár készítők nem vezették fel a kiadási adatokat. Említés szintjén mondom, jogtudománnyal kapcsolatban Huszti Istvánnak a Jurisprudencia Praktika. Detelli Zsigmond életében ez 1758-ban és 60-ban jelent meg. Valamint érdemes megemlíteni Tassius Cecilius Cyprianus Epistolae levelezési gyűjteményét, Ambrosovszky Mihálynak a Chronologia Hungariae függelékét, és Szabó Istvánnak a Holokausztum művét, amit lehet kiemelni, de mint határozottan mondtam, nem biztos, hogy a püspöki nyomdából származik. A következő kördiagramon készítettem egy kimutatást arról, hogy a 86 darab könyvből mennyi latin, illetve német nyelvű kiadvány szerepel, láthatjuk, hogy 78%-a, számszerűsítve 67 darab, a maradék 19 pedig német nyelvű.
A következő oldalon pedig témákat próbálom bemutatni nyelvi eloszlás tekintetében, és az azt követően is, tehát a latin és a német nyelvűn is, német nyelvű kiadványok között is láthatjuk, hogy a legdominánsabb ugye természetesen az orvostudománnyal kapcsolatos művek, és azt követően pedig az egyéb, ami a diagramokon szereplő kategorizálásokban nem fér bele, például filozófiai értelmezések, enciklopédikus művek, vagy apologetikai kiadványok. Egy nemesi család szempontjából reprezentatív értékkel bír a ruházatuk megvizsgálása és a hagyatéki inventáriumban, ami 18 oldalon keresztül követhetünk nyomon, van egy ilyen részletező csoport, ezt csak felvillantani kívánom, illetve a kiegészítők és ékszerek, és végezetül a házi eszközök, gyakorlatilag a mindennapi használati tárgyak és a bútorok. Házál térképére hivatkozva pedig szeretném bemutatni, hogy Detelli Zsigmondnak valószínű, hogy 21 hordó bora maradt fenn, és még némi egy-két hordó, amit már halála után állítottak elő, és nem is a saját pincéjükbe őrizték, vagy tárolták, hanem egyik adósuk, Kollerné asszonyság. És összefoglalásként elmondhatom, hogy a Detelli testvérek, illetve a Kilián István közötti pernek a végkifejlete az lett, hogy a Detelli testvérek ezt a pert elveszítették, fellebezést nyújtotta be, de mind városi szinten, mind megyei szinten, sőt, még a helytartó tanács vizsgálata szerint sem volt joguk pert indítani tutoruk ellen. A tutoruk nem követett el mulasztást, megtartotta a hivatalát, illetve a becsületét is, sőt, el lehet mondani, hogy gyakorlatilag semmilyen követelést nem tudtak teljesíteni számukra, hiszen nem kapták meg a Váralja utcai ingatlant, nem kapták vissza az adósoktól a pénzüket, amit egyenként kellett 1790 után behajtani a tanácsnémi segítségével. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!